Budapest 2022. Az emberek erre az időjárásra mondják azt, hogy megfelelő. Ők egytől egyig olyan lábbeliket hordanak, melynek megvásárlásakor meg voltak győződve arról, hogy ez igen, ez a cipő, ez menő. Egyszer csak, de nem hirtelen, és semmiképp se váratlan, megzavarja valami ezt az elégedett rendet. Minek és miért? Kissé érthetetlen, de akkor is róla szól ez a beszéd. Mert itt van ő, ez a légy. Azért, mert néha rászállok a WC deszkára, kényszerből teszem, kérem ne sértegessem, kérem ne csapkodjon, nyugodtan, nyugodtan utazzon. Bocs, hogy élek, irónia nélkül mondom tényleg, bocs, hogy élek, kis szaros életemet féltem tőled. Bocs, hogy élek, irónia nélkül mondom tényleg. Bocs, hogy élek, kis szaros életemet féltem tőled. Percem se lehet, én vagyok az Isten s a fia, az alfa és az omega, vörös narancs kommunista, magyar nemzeti parazita. Bocs, hogy élek, irónia nélkül mondom tényleg. Bocs, hogy élek, kis szaros életemet féltem tőled. Bocs, hogy élek, irónia nélkül mondom tényleg. Bocs, hogy élek, kis szaros életemet féltem tőled. Mert ugye én csak egy légy,
vagyok, aki semmilyen nyelvet nem beszél, aki köröz nagyokat, és mégis halad. De hagyjuk magamat, térjünk most arra, a Kentucky irányába, a tökölin egy kuka, romlott sárga, a pékség cégtáblája, sarki postaláda, senki nem használja. Így megyek, egyszer veled leszek majd. Jobbra és balra, oszlopra ragasztva, szelíden mosolygós mindennapi politika. Add meg nekünk ma, most és mindörökké, vagy legalább amíg megjön a fizetés. Legyen észnél a lottózóban, a sorsjegyét kaparó bácsi, a játszótéren a homokvárat romboló varjuk lári. A templomba most nem repülök, hideg van, hagyjál. Légy vagyok tőlem, nem kérdezik, hogy mit jelent nekem a vallás. Így megyek, egyszer veled leszek. Így megyek, egyszer veled leszek majd. NFE.
mindenki olyan fontos, könnyű senkinek lenni. Minden olyan súlyos, hogy könnyű rásul pakolni, s mégis szabadon, mesztelenül szaladok az asztalon. Tányérjába pörkölt szabba belegázolok, csak ne létezne idő, jövő és múlt. Köszönöm szépen egészségemre, művész úr. Stoll András legyez, anyád kis picsája, mondja, pedig fogalmam nincs, hogy ki volt. Hiába az előző életemben talán magát játszottam meggyőzően. Egy életrajzi filmben, egy párhuzamos valóságban, ez biztos, hogy nem légy voltam. Döntő bizottsági tag, az ablakot nézi, ha figyelsz hallani a gondolatait. Ez a lény éppen él. Ez a légy két ablak között. Ez a légy mozog, de nem hiszem, hogy megéli a holnapot. Ez a légy közel hozzá, ez a légy távol tőlem. Ha te bent vagy, én kint vagyok, ha kint vagy, én bent, a dupla üvegű ablak között definiálatlan lett. Mert hiába látok át rajtad, csak téged látlak. Az a légy, az a légy, ez lehet, hogy én vagyok. Valahogy, valamiért, nekem tetszik ez a köztes állapot. Kál Csaba kérdezi, nem kéne kiszellőztetni.
azt hiszem, hogy úgy érti, hogy nyissam nagyra az ablakot ki. Félve felé fordulok, és próbálom szemmel elmagyarázni. Nem mondhatom el neki, hogy ez a légy azért nem akárki. Datogok valamit a klímáról, úgy tartja magát, hogy a friss levegő jönne jól. A telefon csörög, Csabát hívják fönt, azt ablak zárva, a bizottság dönt. Ha te bent vagy, én kint vagyok, ha kint vagy, én bent. A dupla üvegű ablak között definiálatlan lett, mert hiába látok át rajtad, csak téged látlak. Az a légy, az lehet, hogy én vagyok. Valahogy, valamiért nekem tetszik ez a köztes állapot. Te bent vagy, én kint vagyok, ha kint vagy, én bent. A dupla üvegű ablak között definiálatlan lett, mert hiába látok át rajta, csak téged látlak. Az a légy, az lehet, hogy én vagyok. Valahogy, valamiért nekem tetszik ez a köztes állapot. És kinyitja